Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen Lakihegyről. A következő videóban itt ezt a Lakihegy rádiótornyot fogjuk megnézni, mindjárt megmutatom a kamerába is. Na nézzétek meg! Ezt fogom közelebbről megnézni. És valahogy át kell menni a túloldalra. Ha kisebb lesz a forgalom, akkor na, mondjuk most. Mi? Most átmegyünk. És akkor valahogy megpróbáljuk itt megközelíteni. Na szóval meg sikerült közben átjönnünk, hát akkor addig, ameddig oda nem érünk valahogy, addig majd elmondom nagyjából, mit lehet tudni erről az adótalanyról. Szóval, jól emlékszem, 1933-ban épült meg, körülbelül 300 méter, vagy sőt, szerintem 320 méter magas és 120 kW-os a teljesítménye. Elég erős adó, vagy legalábbis az volt. A Kossuth rádió sugározták volna nagyon sokáig. Viszont 1975 vagy 76 óta ez már csak tartalék, mert akkor épült meg Solton a 2 megawattos, szintén majdnem 320 méteres rádiótól, és azóta az a főadó. Mert az a Lakihegy, ez már ide kevesebb lett ottan, hogy több lett a középhullámbordás a környéken, és már nagyon zavarták egymást, így nem lehetett az egész országot innen besugározni vele. Úgyhogy azóta ez csak tartalék, és nem tudom, hogy most jelenleg üzemele még. Sokáig egyébként tartalékként bekapcsolták akkor, amikor a Solti adón karbantartás volt. Hát, meglátjuk, de közben megmutatom, közben ideig elértem. Itt van, szerintem ez a betápvezetéke lesz az adónak. Igen, nézzük, és a nagyobb adó mellett van egy kisebb is. Egyébként az is akkoriban működött, az először a Budapest 2 műsorát, vagyis a mostani Petőfi rádió sugározta. És úgy tudom, hogy 2006 környékén üzembe helyezték újra, és akkor nem tudom, mit sugározott akkor, de van itt egy emléktábla, mindjárt megnézzük, egy információs tábla, hogy viszont a 80-as évben még le is akarták bontani, aztán később ipari műemlékre. Na, hát akkor nézzük csak meg. Na, 1936-ban jól emlékeztem, azt látjátok. Hát a magasságára nem, 314 méter, nem 320, de hát majdnem. 1985-ben lett műemlék, igen, és 2006-ban ennek ismét üzembe áll. Valami olyasmit hallottam még, hogy az áramszolgáltatók használják még, hogy a nappali éjszakai áramnak az átváltásnál sugározza a jeleit középhullámon. Ez alapján tud a villanyóra váltani, hogy most akkor nappali vagy éjszakai áramot adjon. Vagyis hát aztán már is éjszakainak hívják, ha nem olcsóbb áramnak, vagy nem tudom, az akkor van, amikor a hálózat terhelése kicsi, és akkor kapcsolt be az óra, még az olcsóbb áramot adja. Hát, menjünk közelebb, nézzük meg. Szóval ezek egész közel lehet hozzá menni. Hát azt, hogy éppen most van-e rajta sugárzás, az nem tudom. De ameddig lehet, akkor most így elmegyünk és megnézzük. Hát szóval ezek a betápvezetékei, ez a sok hosszú. Hát majd mindjárt innen még fényképet is csinálok, egy pillanat. Az azért elég érdekes így az antennatulajnál, ez a szivar alakú nézet, mert ott látjuk a mellette lévő kisebbet, az ilyen normál ilyen rádióantennát, és egyiket a Solti adó is ilyen, na majd egyszer azt is szeretném megnézni. Az kérdés, hogy egyébként ez most éppen sugároz-e valamit? Hát majd meglátjuk, mert látszik, a kábelek megvannak, és hatalmas nagy feszítőkábelei vannak egyébként. Látszik is, hogy ott van az egyiknek nagy betonkikötése van neki. Hát nem semmi minden esetre. De majd megnézzük. Éppen közelebbről is megnézzük. És valószínűleg egyébként, hogyha ez a nagy működik is, a mellette lévő kicsi már biztos, hogy nem. De érdekes lenne megnézni, hogy sugározza most valamit, vagy nem. De már nem volt kiírva, hogy nem szabad ide bejönni, meg semmi, úgyhogy és mások is járkálnak itt, szóval menjünk még tovább, nézzük meg. Itt valószínűleg azért, mert 120 kW-os teljesítmény, akkor azért már elég erős tévedőség lehet. Hát, ha Kossuth rádió sugárazna, azt lehet, hogy itt a tótkerítésen be lehetne fogni. Egyébként a Solti adónál mondják ezt, hogy egy fűszállal be lehet fogni, hogyha a kerítés mellé rakod. De érdekes hangok vannak, nem tudom mi. Halljátok, nem tudom mi ez, de ez már lehet, hogy a maga rádiótorony nyomja. Azért van ez a nagy zörgés, vagy cilipelés, mert hogy... Na,
áramütés veszély. De egy vezetékekhez nem nyúlunk, akkor nem lesz. Ezért eddig mennek a vezetékek, és szerintem ezek az oszlopok voltak azok, amik a kisebbik antennához vezettek, és ezekkel már nincs vezeték, tehát valószínűleg a kisebbik antenna már nem működik, viszont a nagyobbik az egészen idáig megvan. És egyébként még azt tudom, hogy ipari alpinistákkal szoktak itt képezni, tehát arra használják. És láttam is ilyen videót, mikor megmásszák ott, hogy a ipari alpinistákat több mint másfél óráig másznak rajta. Viszont a kilátás nagyon jó lehet a tetejéről. Csak hát azt nézzétek, csak hát látszik, hogy milyen ezért kis apró kis létrákon lehet oda fölmászni. Hát igen, ez egy biztosító kötél nélkül, ez nem annyira vicces, viszont nagyon jó kilátás lehet tényleg onnan a tetejéről. Csak hát olyan... Hát olyan nagyobb tévét a tornyoknál meg szoktak azt csinálni, hogy van körben lépcső, meg van lift is, mint a kékes tetőn lévő, és akkor azt lehet kilátóként is használni a tetején. Hát ezt sajnos nem. Tényleg nem gondoltak, mikor ezt felépítették. Tehát ilyen semmi is. Hatalmas, és minden irányból ilyen nagy feszítő acélkötelekkel van kikötve. Abból több is van itt a környéken. Ez a kicsit ebből is. Látjátok, itt van a... Itt lehet maga az adóberendezés is, és ez láthatóan működik, mert van neki hangja. Hát jó, mondjuk belé, ide már tényleg nem lehet bejönni, ez már el is van zárva, de nem tudom, hogy esetleg ezt megnézitek. Hát igen, nyilván. Ez valószínűleg nagy feszültségű vezeték, itt van. De ez eddig be van kötve, szóval... Viszont a másik itt ezek az oszlopok viszont a kisebb adótoronyhoz mentek, az valószínűleg már nem üzemel. Hát igen, be nem megyünk, de azért itt meg bemutatom nektek belül is, szerintem azért a kamerával még be tudok lesni. Láthatólag egyébként működik, úgyhogy valószínűleg sugárat is valamit az adó. Na, valamit még kipróbálunk, ezt most muszáj. Hát nem, igen, se a Kossuth rádiót nem lehet rajta befogni, se mást. Ez érdemes, majd ha egyszer eljutok Sortra, ott is kipróbálom az adótorony kerítésénél, ott lehet, hogy több sikere lenne. Egyrészt az nem 120 kW, hanem 2000 kW-tal sugároz, másrészt az tényleg a Kossuth rádió sugározza. És akkor, hogyha tovább megyünk erre fel, akkor megnézhetjük a kisebbik adót. Az viszont szinte biztos, hogy nem működik. De azért, ha már itt vagyok, akkor megnézem, meg nektek is megmutatom egyébként itt van. Ez szép. Így néz ki, itt van a talpa. És azért nem semmi, hogy milyen kis zélvackon van, ahhoz képest, hogy mekkora. Aztán minden itt. Nézzétek, itt van az egyik kikötési pont. Látszik azért, őrzik is rendesen egy lakattal lezárva. És hát itt van az egyik feszítő kábelnek a tartója. Elég masszív kikötési pontjai vannak. És itt van a másik, a nagy adó. Innen talán jobban látszik, kevésbé ellenfényes. Hatalmas nagy monstrum. És van, hogyha jól számolom, 8 feszítő kábele van. 3, meg a másik oldalt is 2. Nem semmi. És itt vannak az oszlopok, erre. És akkor így szépen elmegyünk. És megnézzük, hát igen, ez már biztos, hogy nem működik. Mert a kábeleket is elvitték innen. Egyébként ami érdekes, hogy ott látjátok a háttérben, ott van még egy adó. Háttérben, a másik irányba. De az nem tudom, hogy az milyen. Lehet, hogy az is középhullámú adó lenne. Nem tudom. Vagy ránézésre ezekre nem lehet megmondani, hogy ez a kettő biztos, hogy középhullámú adó volt. Viszont lehet, hogy egy FM adó, vagy egy mobiltelefon átjárt. Bár még nem mobiltelefon átjárt, szóval másképp néz ki az antennája. Meg nem is DVB-t-s átadó. Mert annak is, de majd lehet, hogy azt is megnézem majd közelebb, de ki tudja, hogy mennyi időm lesz még, hogyha ezt bejártuk. Meg hogy ezt meg lehet egyáltalán közelíteni, mert lehet, hogyha közelebb vagyok, ott van valami kiírás, hogy ez mit sugároz. Igazság szerint arról a harmadikról nem is tudtam.
csak erről a kettőről. De mindjárt megnézzük a kornát. Tudjátok, ez már biztos, hogy üzemen kívül van. Lehet, hogy ezt már nem is... Valószínűleg körbe van kerítve, meg el is van zárva, de megnézzük. Jó, és visszapillantás a szivarra. És itt van a másik, a kisebbik. Szintén, ahogy vártuk, be van zárva. És ez már nem szivar alakú, hanem rendes. Ez volt is. Később elnevezték, ugye a Budapest 1 lett a Kossuth, Budapest 2 meg a Petőfi. De ez volt a Petőfinek az adótorny, amit kisebb teljesítménnyel sugároztak. Ott látszik a kapu, csak hát szerintem a vezetékek le vannak vágva, így szerintem itt már nincs semmi, és nem is sugároz semmit. De a hagyományos hűszálteszet azt itt is megnézzük. De mondjuk számítottam is, hogyha nincs teljesítmény, akkor nem fog se szikrázni, se rádió műsorba fogni a hűszál, de érdemes lenne ezt mondom a Soltézikén 2 megawattos toronynál kipróbálni. Ott szerintem működne. De ha egyszer eljutok oda, még biztos, hogy fogom próbálni. Oda azért nehezebb. Magát az adót itt körbe tudnám járni, hát ha a túloldalt van valami érdekesség. Szóval szerintem ezt megnézem is. Az az érdekes, hogy ez a másik a ellentétben nincsen körbe kerítve. Ez a jó kis feszítősorony. És jó vastag. Nézzétek meg. Ez már valami. Nézzétek. Ez az. A kis időt alatt is. Igen, én néha elmegy a napja. Nem semmi. Nem néz ki azt, az már biztos. Menjünk akkor vissza, még azt a háttérben lévő harmadikat meg fogom nézni. Hogyha sikerül oda bejussak, és nincsen elkerítve. Legalábbis a környéke ugyebár. Aztán hát, ha van valami kiírás, hogy ez miféle adó. Egyébként középhullámú adók azért vannak még az országban, nem ez a kettő az egyetlen, meg nem is a Solti. Szolnokon is van egy új Szajolfele, amikor az ember vonattal ott látszik. Az is egy középhullámú adó, meg azt hiszem Siófokon is van egy. De hogy ezek közül mennyi üzemel ténylegesen, vagy állandóan, azt nem tudom. De ez volt az országban az első nagyobb középhullámú adó, amik nagyon sokáig működött. És ezt már eleve úgy építették, hogy az egész országot ezzel az egyel el lehessen látni. És ez sokáig ez ment is. Ugye egészen a 70-es évek elejéig nem is volt ezzel probléma, elég is lett volna, csak akkoriban szaporodtak meg a középhullámú adások, és akkor a zavaró tény azért nagyobb lett. És végül is a Solti adó az viszont az jelentősen túl lett méretezve, mert az aztán tényleg egész Európába sugároz. Bőven és lazán kiszolgálja még a határon túli magyarokat is. És egyébként ott a háttérben is van egy adótorony. Látszik, de az szerintem egy sima GSM torony lesz. Vagy DVB átjátszó. Ugye TV meg rádióadásokat. Meg utána kéne nézni, hogy ebből a nagyból sugároznak-e még valamit. A kicsiből már biztos nem. Nem tűnik esetleg érdekes. Hát akkor ez nagyjából ennyi volt, ez a kis Lakihegyi adótorony történet. Azt a harmadikat minden esetben én megnézem, és hogyha lesz ott valami, akkor majd ismét jelentkezem, de akkor most ennyi volt, hogy szépen vissza kell sétálni a főútig. Aztán ott van még mögöttem a kicsi, arra még vesetek egy pillantást. És hát akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. De mondom, lehet, hogy fogok még jelentkezni onnan a harmadiktól. Majd meglátjuk, hogy találok az valami érdekességet. Úgyhogy egyenlőre akkor sziasztok, köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, és vegyétek az adást. Úgyhogy sziasztok, megnéztétek. Na, sziasztok közben. De eljöttem eddig ez a másik adóhoz, de túlságosan abban okosabb nem lettem. Egy antenna hungáriás ajtó volt itt, és oda is ki volt írva az, hogy még az is ki volt írva, hogy fotózni tilos. Úgyhogy nem fotózol, csak videózok. De meg itt van antenna, és hát hogy az
pontosan milyen tudom, azt nem tudom, de majd el fogom nézni. Van valahol egy ilyen oldal, csak most nem teszem be a neve, ahol az összes magyarországi adótól tulajdonak az adatai, mármint ami rádió vagy tévéműsorokat ad, az megvan. És ott talán írnak valamit, hogy ez mit sugár, az meg hogyan. De egyébként nézzétek, de ez is ilyen középhullámúnak néz ki nekem. Mert nincsenek rajta ilyen dob alakú antennák, amik GSM, vagy valami mikrohullámú sátjátszó, azok szoktak még dob alakúak lenni. De ilyen tégla alakúakat se látok, ami viszont a vagy mobiltelefonát játszó, vagy pedig DVB-T, mármint ugye a digitális tévéadó. Meg azt hiszem a DAB rádiónak is ilyen van. De ilyen hegyes antennát se látok, ilyen rúd alakút, ami viszont rádió, FM vagy középhullám. Azonnak az antennája is ilyen. Az feszítőkábel itt is van. Szerintem ennyi. Végén nem tudom, hogy ez mi lenne. Hát meglátjuk. És egyébként oda is egy ugyanolyan betápkábel vezet. Szerintem úgyis arra kell visszamenni, úgyhogy ezt meg is mutatom nektek. Ennyire még be lehet látni, hogy a tolajnak a talapzata itt megvan. Hát mindegy, akkor ez a videó most már tényleg ennyi lett volna, és hát minden megtekintést köszönök. Meg hát persze lájkoljátok, mert szerintem ilyen rádiótornyos videót még nem raktam ki. Bár már terveztem régóta, hogy akkor ezt is megmutatom nektek. Hát most éppen úgy jött ki a lépés, hogy volt is rá időm, hogy erre jöjjek, és meg is néztem, úgyhogy meglátjuk. Lesz még folytatása szerintem. De mondom, az egyik nagy álmom még a Solti rádiótornyot megnézni közelről. Nem tudom, még most arra is gondoltam, hogy majd az Antenna Hungáriának az ügyfélszolgálatára is írok, hogy hát valami szervezet látogatásra is be lehet oda menni, vagy valamikor lesz, hogy nyíltak, amikor ez megoldható, mert egyébként az ráadásul a városra is elég messze van, kint egy mező közepén, és oda azért így tömegközlekedésre eljutni nem egyszerű. Szóval valami szervezet látogatás lesz, akkor biztos, hogy meg fogom valahogy oldani. Az is egy ilyen egyszerű alkalom lesz szerintem, vagy hát nem is soha vissza nem térül, de nagyon ritka, úgyhogy ha lesz ilyen, akkor azt meg kell ragadni, és meg kell próbálni oda bejutni. Úgyhogy hát még ezt mindjárt visszajönünk ide a betápkábel, ez azt mondja, hogy nem mutatom nektek, mivel elköszönök. Nézzétek meg, ez itt a trafóállomás szerintem, ami ellátja itt állammal az egész komplexumot, és itt van a ezek ugyanilyen betápkábelek, mint amik a nagy rádió antennához mennek. Tehát és ilyet én még rövid hullámú, meg FM adóknál nem láttam. Ugyanilyen betápkábeleket, tehát szerintem ez is közép hullámú adás lesz. De ilyen GSM tornyoknál, meg a soroknál sincs ilyen. Ez a típusú betápkábel nincs máshol, tehát szerint, és mivel még rajta vannak a mancagok, valószínűleg üzemel is. Tehát valószínűleg ez is egy, hát közép hullámú az szerintem, csak kérdés, hogy milyen adás megy róla, ha megy róla egyáltalán valami. És egyébként itt van maga a bejárat, de hát hogy ez pontosan mi lenne, az jó kérdés. Szerintem, hogy és hát ott, itt még egyszer nézzétek meg azért a nagy antennát, de hogy valami sugároz-e, vagy nem tudom. Még annyi van itt, hogy Hungaró Digital Kft. De ki van a fotózni, tudom, a kamerát nem fordítom arra. Meg az is lehet, hogy valami internet szolgáltatónak az átjátszó tornya. Vagy azt is el tudom kérdezni, hogy ez egy középhullámú adó volt, de már nem arra használják. Úgyhogy hát tényleg a lehetőséget átházom, de úgymond végtelen. Hát akkor mindegy, elköszönök akkor most már tőletek. Hát akkor ez ennyi lett volna. Így, sziasztok! Hát ha tetszett, lájkoljátok, nem tetszett, diszlájkoljátok. Hogyha sörvagozni akartok velem, akkor szintén szóljatok, mert abban is bármikor benne vagyok. Ugye Rikárival már csináltunk a sörvagot, csak még nem raktuk ki. Szerintem, mert azt beszéltük meg, hogy megvárjuk, ameddig mindketten elkészülünk vele. És Rikári még nem jelzett vissza, hogy az övé kész lenne, úgyhogy addig várok. De bármikor máskor csinálhatom egy közös sörvagot, abban mindig benne vagyok, azt tudjátok, úgyhogy mindent lehet. Meg ha bármi egyéb ötletetek van, akkor is szóljatok. Aztán majd érszik. Videó ötletek is jöhetnek. Ha úgy gondoljátok, hogy van valami érdekes közeletekben, vagy bárhol máshol, amit érdemes megnézni, akár közösen is megnézhetjük. Szóljatok, és akkor mindent el lehet intézni. Vagy legalábbis majdnem mindent. De mindent megpróbálunk, valami majd csak sikerül mondhatni. Úgyhogy sziasztok, és köszönöm, hogy ezt is megnéztétek.
like, na szóval, like, dislike, feliratkozás, minden mehet. Egy csüssz.